Üdv néktek, bátor hősök, kik jöttek legyőzni a tárna szörnyeit. Látjátok ott a barlang beletelt azt a rengeteg csontvázat? Ők az előző hőseink. Sziasztok! Én Soha vagyok, és a mai videóban kibontjuk az Üdvözlet újra a mélyben társasjátékot. Tartsatok velem! Unboxing sorozatunkban bemutatjuk, mi lapul a dobozban, hogy könnyebben képet alkotass játékainkról. Ha kíváncsi vagy korábbi és legfrissebb megjelenéseinkre, ez a te videód. A mai videóban egy klasszikus parti játékot, az Üdvözlet újra a mélyben, mondtam majd ki. Az Üdvözlet újra a mélyben, angolul Welcome Back to the Dungeon, 2016-os társasjáték, Anton Bauza és Masato Uesugi társasjátéka, akik az Üdvözlet a mélyben társasjátékot folytatták ebben a remek parti játékban. A játékban hősöket alakítunk, az ő bőrükbe bújva próbáljuk meg legyőzni a tárna szörnyeit, amit a játékosok a saját kis kezükkel pakoltak össze. Alapmechanikánk a push or luck, vagyis a szerencse próbálás, de jó memóriára is szükség lesz a játék során. A játék nagyjából 30 percet vesz igénybe, ennyi ideig tart a tárnában legyőzni a szörnyeket, és 12 éves kortól jó szóra tudjuk ajánlani 2-től 4 játékos részére. Nem húzom tovább a szót, rúgjuk be a tárna ajtaját, és kezdődjön a dobozbontás! Így néz ki tehát az Üdvözlet újra a mélyben társasjáték doboza a dobozvédő fólia nélkül. Nagyon szép kis fehér dobozban kapjuk a játékot, megszokattuk ezt a formátumot a Yellow Card játékaitól, és ismét UV spot van a dobozon, nagyon szépen becsillog a tárnánk bejárata. És nekem külön öröm, hogy már a vásárlás előtt tudjuk, hogy milyen méretű kártyák lennek a dobozban. Itt felt van tüntetve, hogy 88x63 mm-es kártyák, ez mondjuk pont fordított arányban 63,5x88-as, tehát standard póker méretek lesznek majd, de lessük bele, hogy tényleg ilyen kártyák lennek a dobozban. Ha leemelem a doboz fedelét, először egy játékszálba voltunk, ami kis füzet formában részletezi a játék rövid történetét, az előkészületeket és a játék fontos szabályait. Első komponensként találunk karton kinyomkodós íveket, legelőször is 4 új karaktert az Üdvözlet a mélybenhez képest. Érkezik egy hercegnő, egy nekromanta, egy ninja és egy bard a játékba. És persze mindegyiknek lesz saját felszerelése is, saját kis karakterekkel, illetve különböző tárgyakkal, amikkel megküzdhetnek a szörnyek ellen. Minden egyes kartontoken kellemesen vastag és masszív darab, illetve UV spottal van ellátva, úgyhogy nagyon szépen csillognak az egyes tárgyak és szövetségesek. Nagyon fontos a humor is a játékban, ez ugye egy Dungeon Crawler paródia igazából, egy lerövidített ilyen kalandjáték, és minden egyes hősnek az attribútumai ugye megjelennek, de humoros formában, mint például egy bárd, aki énekes és végig kíséri a kalandozó csapatot, a ninjának a klasszikus felszerelései, mint a shuriken, de csak fából, vagy egy egyszerű ninja kard, és nekromantáknak is lesz egy házi zombi kedvence. Ami abszolút újdonság még a folytatás játékban, az ez a pontozó sáv, vagy életerő tábla, amin az egyes hőségnek az életerőjét mérhetjük folyamatosan, így nem kell fejben tartani, hogy egyes kártyák, egyes szörnyek mennyit vesznek le az életerőnkből, hanem szépen le tudjuk lépni ennek a nagyon aranyos fa jelölőnek a segítségével. Le is érkeztünk a tárna mélyére, egyetlen egy komponensünk maradt, a fő elemeink, a kártyáink. Ezeken van egy eléggé átlátszó, de könnyű nyitást ígérő biztonsági csím, amivel szépen ki tudom bontani a kártyapaklinkat. És megtaláljuk benne a játékban lévő szörnyeinket különböző erősséggel, vagyis nehézségi szinttel. Ugyanúgy, ahogy az alapjátékban is, 1-től 9-ig lesznek számozva a szörnyeink, de teljesen más grafikákat kaptak, még hogyha ugyanazok a szörnyek meg is jelennek, mint például a sárkány vagy az egyes koblinok. Ami újdonság lesz a kártyák között, az 6 darab különleges szörnykártya, amikből egyet-egyet keverhetünk majd be a játék során a paklingba, és játékba kerülhet ez mondjuk segítve, vagy hátráltatva az egyes játékosokat. A különleges szörnyek után sikerkártyák érkeznek, ezekkel jelentjük a győzelmi pontjainkat, hogyha sikeresen megküzdöttünk a tárgya szörnyeivel, illetve találunk 4-4 játékos segédetet is, egyrészt az alap szörnykártyákhoz, másrészt a különleges szörnykártyákhoz, így akár ezeket belekeverhetjük az első játék elemeibe is. Ezek is ugye kétoldalas kártyák, jelölhetjük egyrészt, hogy van-e még 2 életünk, vagy már csak 1 életünk maradt. És most, hogy kipucoltuk a tárnát, lássuk, hogy néznek az elemek játék közben. Miatt azonban setupolnék, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogyha érdekelnek hasonló videók, illetve Facebookon és Instagramon is megtalálsz minket, ahol külön tartalmakat osztunk meg a játékainkról. És most, setup!
És egy rövid előkészítés után így néz ki az üdvözlet újra a mélyben társas játék, hogyha kettő hős lépne be a tárnába. Mind a ketten kaptak két-két játékos segédetet, a szörnykártyákat rendesen megkevertük, illetve a hat különleges szörnyből kettőt választottunk és azt belekevertük, a maradék négy visszakerül a játék dobozába, és a négy hős közül kiválasztottunk egyet, jelen esetben a bárdot. Innentől a játék a szabályok szerint halad, amit most nem részteznék, mert ez a hosszabb videót igényelne. Ha szeretnétek egy pontos szájmagyarázót, akkor jelezzetek komment vagy like formájába felénk, és készítünk egy ilyen tartalmat is. Az üdvözlet újra a mélyben remek folytatása az eredeti társas játéknak, ha lehet, még jobban kiegészítették az alapjátékot, nekem nagyon tetszik ez a tábla, amivel szépen mérhetjük a hősünk életerejét, és nem kell fejben tartanunk. Nagyon izgalmasak az új különleges szörnyek, amik megfűzelzik a játékot, illetve minden egyes hős képessége is újdonság, és szerintem sokkal jobb humora van, mint az alapjátéknak. Ez persze ízlés kérdése, nekem nagyon megkapóak az új kártyák, főleg a Ninja, aki az egyik kedvenc karakterem a két játékból. Ha nektek is tetszett a játék, akkor a reflexshop.hu oldalon bármikor megtaláljátok, illetve szakközletünk polcon is érdemes keresni az üdvözlet újra a mélyben társasjáték dobozát. A következő videóig mindenkinek sikeres kalandot és jó játékot kívánok! És soha voltam, sziasztok!